mindenki számára a 21. században is nagyon tanulságos a könyv, amely földolgozza azt, hogy politikai és pénz, gazdasági hatalom és politikai hatalom milyen viszonyban volt egymással a 20. század első felében Angliában. Az akkori megoldások nem hatalmaznak föl bennünket, ebből nem szabad különös tanulságokat levonnunk a mai korszakra nézve, de elítélnünk sem szabad azt, ami történt, próbálni kell megérteni. És a történelmből mindig lehet tanulni,